Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója február 10-én pénteken. Elektromos hiba okozhatta a januári tüzet a Táplánypusztai Szociális Otthonban. Kétszeresére bővítette tatabányai gyárát a Bridgestone, és megegyezett az Audi Hungária vezetés a szakszervezettel a bérekről. A részletek mindjárt jönnek, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Minden második rádióhallgató a Rádió 1-et hallgatja Győrben. A felmérések szerint kétszer annyian tekernek az Oxigén Győri csatornájára, mint bármelyik másik rádióra. Diákoknak tartott nyílt napot a győri rendőrkapitányság. A cél az volt, hogy a fiatalok megismerhessék a hatóság munkáját. A norvég Larvikkal találkozik vasárnap a győri Audi Etol KC, a női kézilabda bajnokok ligájában. Az zöldfehérek győzelemre készülnek. És csípős, hűvös időre számíthatunk a hétvégén, adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Megegyezett az Audi Hungária szakszervezettel a következő két év fizetéseiről. Az érdekképviselet közleménye szerint idén és jövőre 30 ezer forinttal kereshetnek többet a munkavállalók, a béren kívüli juttatás pedig idén 600, jövőre pedig 620 ezer forint lesz évente. Bevezetik a lojalitási bónuszt is, ezt 5 év folyamatos munkaviszony után kaphatják a dolgozók havonta. A megállapodást a felek várhatóan hétfőn írják majd alá. A gumiabroncsokat gyártó japán Bridgestone kapacitás bővítő programjának keretében kétszeresére 147 ezer négyzetméterre bővítette tatabányai gyárának alapterületét, közölte a vállalat humán erőforrás igazgatója az MTI-vel. Duna András hozzátette, a 85 milliárd forintos beruházás 2020-ra fejeződik be, ekkorra a gyár 7,2 millió gumiabroncsot gyárt évente, meg négyszerezve a 2013-as termelési mennyiséget. A dolgozók száma a beruházás végére eléri majd a 920-at. A vállalat növekedési terveihez alakította bérrendszerét, a gyártásban dolgozó új munkatársak 3 év alatt 40%-os béremelést is elérhetnek egyéni teljesítményük alapján. Elektromos hiba okozhatta a tüzet január 7-én a Táplánypusztai Otthonban a Kisalföld szerint. Alap azt írja, mivel a bezárt raktárban indult a tűz, a dohányzást ki lehet zárni, ugyanakkor a ruhákat nem sokkal korábban vitték be, és e fölött volt egy fénycsöves armatúra, ahol a zárlat keletkezett. A tűz miatt keletkezett sűrű füstből 72 embert kellett kimenekíteni, ketten viszont életüket vesztették a tragédiában. 200 férőhelyes parkolóhely épül Sopronban, a létesítmény földszintén önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeket is kialakítanak, írja a Kisalföld. A lap emlékeztet, hogy egy kormányhatározat szerint 2 milliárd forint támogatást kap a város. Ebből a pénzből újítják meg a Széchenyi teret, illetve a Paprétet. A tervek szerint növelik a zöld felületeket, továbbá a gyaloglásra, kerékpározásra alkalmas utak arányát, és ezzel együtt csökkentik a gépjármű forgalmat, a felszíni parkolóhelyek számát. Az összesen 2000 négyzetméter alapterületű épület mellett mintegy 4000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, amelynek az építési eljárását már megindították. Az Oxigén Média csoport frekvenciáin hallgatható Rádió 1 lett a legnépszerűbb rádió egy friss felmérés szerint. A 103,1-es győri frekvencia a központi és a helyi sávban is növelni tudta hallgatottságát. Az elmúlt időszakban a rádióhallgatók csak nem fele hangolta készülékét a Rádió 1-re. Itt vagyunk a stúdióban Korodi Petrával, Ásvai István vagyok. A TNS Hoffmann Media Méter legfrissebb, a rádiós hallgatottságot vizsgáló felmérése szerint Győrben a Rádió 1 a leghallgatottabb rádió. A 18 és 49 év közöttiek között csaknem 45%-os közönségarányt ért el a frekvencia, a 15 és 39 év közöttiek között pedig meg is haladja ezt az arányt. Eddig sem panaszkodhattunk a hallgatottságra itt a 103 megyen, ugyanis az Ozon FM-et is nagyon szerették, nagyon közkedvelt rádió volt, viszont november óta, 2016 november óta Rádió 1 vagyunk, és hát a friss hallgatottsági adatok szerint meg háromszorozódott 10 és 14 óra között, vagyis a helyi sávban, abban a sávban, ami innen jön Győrből, innen sugározunk Győrből a győrieknek a hallgatottság, tehát nagyon szeretnek minket.
A Rádió 1 egyébként novemberben csatlakozott az Oxigén Média csoporthoz a 103.1-es győri frekvencián, ahol korábban a szintén a csoporthoz tartozó Ozon FM volt hallható. A helyi sávokban itt továbbra is a jól megszokott műsorvezetőket hallhatják a hallgatók. Természetesen nagyon jól esik nekünk, hogy a hallgatók szeretik a Rádió 1-et és szeretnek minket hallgatni, ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk a régi hallgatóinknak és az új hallgatóknak egyaránt, úgyhogy várjuk 2017-ben is Győr lakosságát, és persze mindenkit, hogy hallgassa a Rádió 1-et itt a 103.1-en. A Rádió 1 egyébként Győrön és Budapesten kívül további 8 vételkörzetben fogható, ezekből 7 szintén az Oxigén Média csoporthoz tartozik. Fegyveres és kutyás bemutatót is láthattak azok a diákok, akik ellátogattak a győri rendőrkapitányság nyílt napjára. A rendezvénnyel az volt a cél, hogy a fiatalok közelebbről is megismerkedhessenek a hatóság munkájával. A szervezők bíznak abban, hogy akinek tetszett, amit látott, elgondolkodik azon, hogy a rendőri pályát válassza. Ez az úgynevezett Uzi géppisztoly, izraeli gyártmányú ez a fegyver. Fegyver bemutató a győri rendőrkapitányság udvarán. A nyílt napra azért hívták meg a diákokat győri középiskolákból, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a rendőrség munkájával. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatvezetője azt mondja, a kezdeményezés a rendőri utánpótlás biztosítása szempontjából is fontos. Győr-Moson-Sopron megye szerencsére a tiszthelyettes, illetve tiszti utánpótlásban jó kondíciókkal rendelkezik. A tavaly évben 3 nemzeti közszolgálati egyetemistát kaptunk kinevezésre a győri rendőrkapitányság vonatkozásában, illetve 25 fő tiszthelyettes került a különböző kapitányságokra, így Győr, Sopron, Móvár, Csorna, illetve Kapuvár. A győri rendőrkapitány kiemelte, örültek a lehetőségnek, hogy megmutathatják a diákoknak, mivel foglalkoznak az egyes szakterületek, mert ezzel is kedvet csinálhatnak a rendőri pályához. Egy rendezvénybiztosításnak a tömegkezelési bemutatóján tömegosztatás, rendőri szolgálati kutyás bemutató, gépjárműtechnikai bemutató, bemutatjuk az eszközparkunkat, fegyverzettechnikai bemutató, és ugye ami a leglátványosabb, az egy intézkedés taktikai bemutató lesz, ahol olyan különböző fogásokat mutatunk meg az érdeklődőknek, amelyeket a rendőrök munkájuk során alkalmaznak. Elhangzott az is, a határvadász képzésre eddig országosan 2690-en jelentkeztek. Közülük 992-en még tanulmányaikat folytatják, 532-en pedig már próbaidős őrmesterként teljesítenek szolgálatot. Úgynevezett közúti szállítású készenléti szakasz felkészítést tartottak a napokban Tatán az MH25. Klapka György lövészdandárnál, írja a honvédelem.hu. A kiképzés során a katonák elsajátították a többek között műszaki, vegyvédelmi ismereteket, továbbá objektumőrzés, védelmi gyakorlatot és békefenntartással kapcsolatos feladatokat hajtottak végre. Az egészségügyi ismeretek során külön figyelmet kapott a háborús egészségügyi ellátás, illetve az ön- és kölcsönös segítségnyújtás. A katonák emellett gyakorolták a lövészárokból és harcjárműből történő sebesült kimentést is. Egyre népszerűbbek az óriás nyulak bőrsárkányban, Baranyai Péter foglalkozik velük, állatait már számtalan díjjal ismerte el a szakma. Jelenleg egy 80 fős állománnyal büszkekedhet, amelynek egy része már saját tenyésztésű. Azt mondja, a nyulak rengeteg odafigyelést igényelnek, ám ha ezt megkapják, szép eredményeket lehet velük elérni a versenyeken. 15 éve foglalkozik óriás nyulakkal a bősárkányban élő Baranyai Péter. Egy ismerősénél látta meg ezt a fajtát, azonnal megtetszett neki, sőt fantáziát is látott. A házi nyulaknál kétszer akkora tapsi fülesekben. Először egy fehér óriást, amit próbáltam meg tovább tenyészteni, de nem tudtam megszerezni hozzá a kellő anyagot, amivel tovább tenyésztem őket. Tehát azzal leálltam, és utána lettek a szürkék. Ezeket Szlovákiából hoztam be, egy idős magyar bácsitól, akinél megvolt egy nagyon jó állomány, ő bireú is volt amúgy Szlovákiában. Az óriás nyulakat több szempont alapján bírálják el a versenyeken. A német óriás normál súlyának 7 kg felett kell lennie, de az ítészek figyelik az állat formáját, testfelépítését, fejét, füleit, színét és bundáját is. Ez a nyúl például az egyik versenyen megközelítette a maximális 100 pontot. Magyarországon idáig talán ebbe a 2011-től 16-ig lett
97,5 pontos nyúl 3 darab. Tehát 97 pontos nyúl, ott már 2 bírónak kell lebírálni a nyulat, egy nem elég hozzá, 2-nek át kell nézni, hogy azt megkapja. Tehát annál nagyon jobb, már nem igen tudnak. Az állomány jelenleg 80 óriás nyúlból áll, egy részük már saját tenyésztésű. A sikeres szereplés titka pedig a genetika, a jó takarmány és az odafigyelés. Baranyai Péter naponta másfél órát foglalkozik állataival, így nem maradnak el a jó eredmények sem. Vittem nyulakat Dosdorfba, Ausztriába, ott a magyarok között a legjobb eredményt értem el, 386,5 pontot. Ugyanezt kaptam Magyarországon is, amivel megnyertem a magyar kiállítást, ami a mi rendeztünk, és egyben ezzel megnyertem is egy vándorserleget, ami a legnagyobb a magyar klubunkban. Magyarországon csak nem 100-an foglalkoznak óriás nyúl tenyésztéssel, a klubtagok közül mindössze 3-an élnek a Dunántúlon, a többiek az ország keleti felében. Baranyai Péter szerint ennek az oka az, hogy nyugaton már kevesebb idő jut az állatokra, és a kiállítások többségét is inkább keleten rendezik. Sopronban is forgatják majd a világ egyik legdrágább sorozatát. A The Crown második Erzsébet életét dolgozza fel, a mostani második évad a 60-as évekről szól majd. A sopronmedia.hu azt írja, egy temetési menetet vesznek fel a belvárosban február 13-án és 14-én, amelyben a Windsor ház német ágának tragikus módon repülőgép balesetben elhunyt több tagjától vesznek végső búcsút. Sopron a németországi Darmstadtot helyettesíti a filmben. A győri Audietto KC két játékosa, Tóth Gabriella és Orbán Adrien is az újonc Kisvárdában fejezi be a szezont. A klubok megállapodása értelmében Tóth Gabriella kölcsönben az újoncnál szerepel a szezonból hátra lévő 4 hónap során, miután az irányító bokasérülést szenvedett, jelenleg rehabilitációs munkát végez. Felépülése március elején várható, ekkor csatlakozik majd a Kisvárda keretéhez. Orbán Adrien viszont 10 éves győri pályafutását fejezi be, vele közös megegyezéssel felbontotta a szerződését az Eto. Bódi Bernadett és Janak Nedlikova mellett ő volt a harmadik számú jobb szélső a csapatban, melynek vezetése úgy döntött, csak 2 játékost kíván foglalkoztatni ezen a poszton. Így a játékos az újonc Kisvárdához igazol. A csapat egyébként vasárnap a Larvikkal találkozik a Bajnokok Ligájában, így a csapatot meglátogattuk a nyílt edzésen. Igazi rangadóra készül a győri Audietto KC a hétvégén, vasárnap a norvég Larvik együttesét fogadják Görbicék az Audi arénában. Igazi rangadóra készül a győri Audietto KC a hétvégén a női kézilabda bajnokok ligájában, hiszen a Larvik látogat majd az Audi arénába. A két csapat általában mindig parás csatákat játszik egymással, és tavaly ugyan nem találkoztak a BL-ben, az is kijelenthető, hogy az egész mezőnyből talán ők ismerik a legjobban egymást. Nem hinném, hogy bármivel meg tudnánk lepni egymást, az biztos, hogy nagyon rohanós meccs lesz, és aki kevesebbet hibázik, jobban megoldja a visszarendeződést, esetleg kontratámadásokat is tud vezetni, annak van esélye megszerezni a 2 pontot. Akinek biztosan különleges lesz a találkozó, az Nora Mörk. A légiós ugyanis 7 évet játszott a Larvikban, ami alatt BL-t is nyert a csapattal. Kicsit furcsán érzem magam, hogy a Larvik ellen kell játszani, hiszen nagyon sok olyan ember van, akivel együtt játszottam klub szinten vagy válogatottban, de nyilván mindent meg fogok tenni, hogy az Eto nyerjen, és bízom abban, hogy ez sikerülni fog. Ez egy olyan meccs, amin szeretnék túl lenni. Hogy a fiatalok szerepet kapnak-e a mérkőzésen, az nyilván az eredmény alakulásától is függ majd. Puhalák Szidónia viszont abban bízik, hogy újra átélheti egy igazi BL rangadó hangulatát. Hogy kemény ellenfél a Larvik, nagyon erős meccsre számítok én is. Nyilván én azt gondolom, hogy náluk idegenben nehezebb lesz, de persze itthon is ugyanúgy tartunk tőlük, illetve tartunk, nyernünk kell itthon. Igazából mind, ugyanúgy készülünk, mint a többi BL meccsre, semmi változás nincsen. A találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik az Audi arénában. A női kosárlabda Euroligában 73-54-es vereséget szenvedett a török Mersin ellen a CMB Cargóni Győr. A zöldfehérek ezzel továbbra is nyeretlenek hazai pályán a legrangosabb európai kupasorozatban. Ráadásul nehéz helyzetben vannak a kosarasok, hiszen az elmúlt időszak rangadói után a Peac Pécset fogadják vasárnap az egyetemi csarnokban.
Rangadó, rangadó hátán, így lehetne a legjobban jellemezni a CMB Cargo Unigyőr női kosarasainak elmúlt időszakát. A zöld-fehérek előbb a bajnokságban a Diós Győrrel, majd a Sopronnal csaptak össze, vasárnap pedig a Peac Pécs látogat az egyetemi csarnokba. Nyilván minden győzelem nagyon jó tesz a csapatnak, Sopronbeli idegenbéli pedig különösen. Pozitív lökést adott a társaságnak, de a fáradtság jelei azért mutatkoznak. Igaz, hogy rangadó, rangadó hátán, de ez a magyar bajnokságnak az erősségét, kiegyenlítettségét mutatja, hogy szinte minden mérkőzés élet-halál harc. A listavezető Sopront tehát oda-vissza sikerült legyőzni. A második helyezett Peac viszont könnyedén 30 ponttal győzte le a győrieket az első meccsen. Völgyi Péter szerint nem reális elvárás, hogy ezt a különbséget ledolgozzák vasárnap, ugyanakkor az alapszakasz végeredményében fontos tényező lenne egy győzelem. Peac mérkőzésnek a jelentősége az, hogy egy olyan betétással játszunk, aki nagyon megvet bennünket, az egymás elleni eredménye valószínűleg jobb lesz, mint tehát erősebbek lesznek az egymás elleni eredményben, úgyhogy ha akarjuk tartani ezt az előkelő helyünket az első, második, harmadik helyen az alapszakasz végéig, akkor a Peac Cegléd mérkőzések közül jó lenne mind a kettőt megnyerni. A Peac elleni rangadó vasárnap 17 órakor kezdődik az egyetemi csarnokban, a gyermekszurkolóknak pedig ajándékfánkkal kedveskednek a szervezők. Itt a hétvége, így most is rengeteg izgalmas programból választhatunk. A legjobbakkal ezúttal is Kóródi Petra készült nekünk. Szia, Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Holnap lesz Svajda György a Csoda című művének bemutatója a Győri Nemzeti Színház Kisfaludi termében. Nagy Vencel nyomdai betűszedő elveszti a szeme világát. Felülvizsgálatra megy, ahol keresőképesnek nyilvánítják. A történtek miatt Vencel úgy gondolja, hogy újra lát és ennek megfelelően éli az életét. Svajda György a Csoda holnap 19 órától a Győri Színház Kisfaludi termében. Aztán farsangi játszóházzal várják az érdeklődőket holnap Moson-Magyaróváron. Szombaton 14 órától állarcok, bálidíszek és jelmezek készülnek a Fehérló közösségi házban, de lesz arcfestés és csillámtetoválás is. Farsangi játszóház tehát holnap 14 órától a Fehérló közösségi házban Moson-Magyaróváron. Aztán Baba bőrze és családi mozi a hétvégén Tatabányán. A Baba, gyermekruha és játékbőrze vásár 10 és 12 között várja az érdeklődőket a Kertvárosi Bányász Művelődési Házban, amíg a mozi ugyanitt 10 órakor veszi kezdetét. A Csocsó Story című animációs filmet nézhetik meg a kicsik és a nagyok. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. A hétvégén felhős lesz az ég, a levegő hőmérséklete szombaton a hajnali órákban ismét fagypont körül alakul, továbbra sem várható nagyobb felmelegedés. Hasonló időjárásunk lesz a hétvégén, mint amit csütörtökön vagy pénteken tapasztaltunk. 2 foknál nem fognak többet mutatni a hőmérők. Végig felhős lesz az ég, csapadékra viszont nem kell számítani. Vasárnap jön egy enyhébb lehűlés, így a hét utolsó napján, valamint jövő héten hétfőn és kedden elsősorban negatív hőmérsékleteket tapasztalatunk majd, hajnalra akár -4 fokra is lehűl a levegő, és napközben sem lesz több +2-nél. Valamennyi nap enyhén felhős lesz az ég felettünk, komolyabb csapadékra viszont egyik nap sem kell számítanunk. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták február 10-én pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak velünk egész hétvégén is, hiszen rengeteg izgalmas programmal várjuk majd Önöket. Friss híradóval pedig legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést a viszontlátásra! Thank you.